mai sajtótájékoztatókon, és akkor a második fél időben folytassuk, hogyha úgy tetszik. Hazaiként a GVTK vezetőedzőjéhez szó, Horváth Ferenci, parancsolj. No, nem volt egy jó mérkőzés, de elég nagy tétje volt, hiszen égetően szüksége volt mindkét csapatnak a pontokra. Ennek megfelelően mind a két csapat egy nagyon biztonságos játékot játszott. Várható volt, hogy ha esik gól a mérkőzésen, akkor megváltozik a játékképe. Ez így is történt, de örülök neki, hogy mi rúgtuk az első gólt, és annak is, hogy végre volt egy olyan mérkőzés, ahol nem kaptunk gólt. Nem kellett az eredmény után futnunk. Azt gondolom, hogy végül mentek a mentőnyel. És akkor jöhetnek a kérdéseitek, parancsoljatok. A paksiak szerint kaptatok az gólt, csak a játékvezető, hogy ha, tehát hogyha mondjuk a játékvezető úgy dönt, hogy gól, akkor az kapus hiba, tehát hogy sokkal kevesebb kockázat lett volna mondjuk szögletre kiütni egy ilyen labdát. Most független a játékvezető döntéstől, magát a szituációt, a Radosnak a döntését kérdezem tőled. Jobb lett volna természetesen kiütni, de szerintem nagyon sok olyan gólt kaptunk, vagy nagyon sok olyan gólt rúgtunk mi is, amit nem adtak meg. Úgyhogy a sors ezt valahol visszaadja, tehát most hogy kaptunk gólt, vagy nem kaptunk gólt, ezzel kár foglalkozni, mert most mondhatnék ezzel olyan ítéletet, amivel a mi csapatunk lett sújtva eddig. Úgyhogy ez nem mentem. Mi volt a szünetben? Mert a másik fél időben nagyon dinamikusan kezdett a csapatod, mondjuk a Paks is. Tehát sokkal gyorsabb, meg ilyen lendületesebb lett a meccs. A dűlőre akarta vinni szerintem mind a két csapat a mérkőzést. Mondom, hogy nagyon nagy jelentősége volt ezen a meccsen annak, hogy kiszerzi az első gólt. Örülök neki, hogy ezt nekünk sikerült megszerezni. Ugye ezután pedig játszottuk azt, hogy kontrázhattunk bátran és stabil védekezésből. Nagyon fegyelmezetten és jól játszott a csapat ebből a szempontból, de nem egyszerű a Paksa jó meccset játszani. Tehát ők is inkább visszaálltak, tehát két hasonló felfogás csapat. Ez megérdemelt szerinted a játékép alapján, hogy ti szereztétek ezt az első gólt, meg a győzelmet? Szerintem vagy... igen, nem akarok magyarázkodni. Nem is kell, mert szerintem is egyébként. Most nem magyarázkodnék, megérdemelt. Minek köszönhető szerinted a győzelem? Annak, hogy koncentráltunk, hogy végig koncentráltak voltunk. Mi nagyon készültünk a pontrugásokra, a Paks nem egy magas csapat, úgyhogy nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a pontrugásaink, mert tudtam, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, de ilyen magassági fölénynek próbáltuk kihasználni, és hát Istennek ebből tudtunk. Igazából azt akartam kérdezni, mert csak nem tudok kérdezni, hogy ilyen meccsre készültél, tehát egész héten abszolút, ilyesmire is. És erre készítettek, hogy így lehet megnyerni ezt a meccset? Hát most mondod azt, hogy erre készülünk, de azt tudtam, hogy a pontrugásoknak annak nagyon nagy szerepe lesz, hiszen mondom két hasonló felfogású csapat játszott. Mind a kettőnek szükség volt a pontokra, kevés kockázatot vállalt fel az elején mindkét csapat. Úgyhogy igen, az első gól fontosság, és az, hogy gyakorlatilag összetek sokat. Minősíti a támadó játékot úgy általában, hogy Lipták Zoltán holtversenyben első házi góllövőlistán? Vagy mindegy, hogy kirúgja? Teljesen mindegy, hogy kirúgja. Tőlem maradhat az állandó képből szerint. Mit jelenthet ez a győzelem a folytatásban szerinted? Szóval én könnyű helyzetben, hiszen pulcsjátékosaim besárulítak. Majd nap folyamán, úgyhogy egy érdekes mérkőzés vár ránk ugye a jövő héten. Nem tudom, egyelőre fogalmam nincsen, hogy hogyan tudom fotolni. Tudosan, akik most meg is elülnek. De hát van, hogy kitalálni. Elég hat pontosnak neveztem, nagyon fontos találkozónak, hogy a bevezető tájékoztató ezt a bajnok itt ennek megfelelő. Jóval átlag fölötti csapat teljesítményt láttál, vagy esetleg kiemelnél most ezután a meccs után valakit, aki valóban úgy oda tette magát, egy extra teljesítmény nyújtott? Hát ugye megbeszéltük össze, hogy csapatban gondolkodunk, nem volt most olyan extra jó teljesítmény, de viszont a csapat az jó funkcionált teljesen, tehát stabilan védekeztünk, abból tudtunk támadni, és ugye mindve két csapatnak nehézséget okozott felállt védelem ellen játszani, úgyhogy, de amit kellett, ezt megcsináltuk.
Köszönöm, további kérdések nézzetekről. Köszönöm szépen. Nincs akkor, köszönöm szépen.